Először jöttem, és azért már a tiszteletes úrnak mondtam, hogy hát ugye mindenféleképpen el szeretnék jönni, hogy, és ez volt a fő motivációm, hogy ilyen napon nem voltam. Egy nagyon színes program állt össze, külön vannak programok a gyerekeknek, a Napraforgók játszóház készült zenével, bűvészbemutatóval, különböző kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal is. Ezen kívül a nagy színpadon a felnőtt résztvevők számára pedig vannak bizonságtételek, volt áhítat, nagyon színvonalas dicsőítés van, és arról nem is beszélve, hogy minden egyházmegye felállított egy-egy sátrat, és itt kis sütivel, finomságokkal készültünk a betérőknek, és próbáljuk kicsit bemutatni az egyházmegyénket, meg beszélgetni azokkal, akik benéznek és érdeklődnek. Hogy együtt vagyunk, bár ma az idő nem kedvez nekünk, de azt gondolom, hogy a szívünkkel, lelkünkkel együtt lehetünk Isten előtt, ismerkedünk egymással. Azt gondolom, hogy ez a mi történelmünk, a mi egyházkerületünk története, amelynek Istennek hála tagjai és részesei lehetünk. Itt ezek a termékek a nőszövetségnek a készítései. Van kötődünk körünk, ahol ilyen kézi munkákat készítünk, kinek mihez van kedve és affinitása. A sütemények pedig azt a gyülekezet asszonyai tütötték, és hoztuk erre az alkalomra. Végre harmadszor együtt vagyunk most már az egyházkerület közösségében, mindig más helyszínen, most itt a Rádai házban. Olyan csodálatos, amikor az a napi ige, amit a bibliaolvasó kalauzó olvasunk, az pont ide illik. És azt mondja Jézus, hogy akkor készülsz az örökké valóságra, akkor készülsz az ő visszajövetelére, ha enni adsz azoknak, akik rád vannak bízva. Az étel az egy elementális szükséglet, lelkileg is, testileg is, úgyhogy ezt szeretném, ha tanulnánk itt a kerületben, az egyházmegyékben, hogy mit jelent olyan egyháznak lenni, aki enni ad azoknak, akik rá vannak bízva. Készült egy gyönyörű díszkötet, amiben dokumentálva van a Rádai háznak az előtörténete is, a több mint 100 éves története egyházunk életében. A tűzeset is, és aztán a megújulás is. Ennek a bemutatója az egy különleges dolog lesz. A volt Kaltenberg-söröző irodaház Kinizsi utcai épületének az udvarára azért mentünk be, mert ezt a teret egyházunk be fogja tölteni, el fogja foglalni, hiszen itt lesz a Károly Egyetemnek egy kampusza épül, és azt szeretnénk, ha először a lelki dolgok jelenének meg, úgy vagyunk most ott ezen az udvaron. A hittanórai oktatásaim alkalmával nem egyszer fölmerült, hogy valamit szeretnék a gyerekeknek olyat mutatni, vagy nyújtani, amivel könnyebben érthetővé válnak a bibliai történetek. Mivel én ilyen barkácsoló szellemű ember vagyok, csináltam először egy Noé bárkáját, aztán a jeruzsálemi templomot, meg sorba a többit, aztán olyan mennyiségű történet összejött, hogy oda jutottunk, hogy már Rádai napokra is eljöttünk, mert hogy egy ilyen kiállítást is lehet belőle csinálni. Miközben én ezeket a darabokat feleségemmel együtt, mert ő is itt van, oktatom, mint mondtam, tehát órákon használjuk. Voltam ott rajzolni, meg ugye itt voltam a jurtán, és még voltam fenn a színpadon is, ugye arcot festeni, meg voltam társasozni, és ennyi. Az a célunk, hogy a kis jurta, illetve a körülötte megelevenedő játékokkal, illetve történettel bemutassuk a gyerekek számára őseink hétköznapi tevékenységeit. Értem ez alatt a pásztorkodást, mint fő tevékenységet, a hűtögetés, a szövésfonás, az élelmiszer feldolgozása, a különböző alapanyagoknak a kidolgozása, kikészítése, tehát meg annyi érdekes feladat, illetve mesterség bontakozik ki a gyermekek szeme láttára. Az most itt a feladatunk, hogy azok a kamasz fiatalok, akik eljönnek a szüleikkel, eljönnek a családjukkal, egy kicsit fel tudjanak itt töltődni, tudjanak társashozni, beszélgetni, egy kicsit meg tudják ismerni azokat az ifjúsági szervezeteket, akik itt vannak. Itt van a Szentírás Szövetség, itt van az SDG és az ifjúsági építők. A Szentírás Szövetségnél tudnak kézműveskedni, nálunk társashozni az SDG-nél, és a képernyőnél tudnak PlayStation-nel időt tölteni. Van a Nikodémusok órája program, ami pedig arról szól, hogy 4 fiatal lelkésznek tehetnek fel név nélkül kérdéseket, azt le kell adni, és akkor arra választ kaphatnak. Közösen csináltunk egy ilyen, hát amikor a Péterék kimentek halászni, és ugye nem volt fogás az elején, és azt rajzoltuk le. Járunk gyülekezetben mind a ketten, igazából elég szorosan kapcsolódunk ki a gyülekezethez, járunk ifibe is, minden vasárnapot vagyunk a templomban,
szeretnénk találkozni az emberekkel, meg az Isten igéjével is. Kicsit így nehezebb kapcsolódnom az Úrhoz, és hogy keresem, és olvasom, nem a telefonról olvasom az igét, hanem Bibliából szoktam. Ilyen interaktív Bibliám van, szóval azzal nekem így könnyebb, mert akkor így jegyzetelek, meg ilyen kis játékos, meg minden, és így kapcsolódok, keresem az Urat, meg imádkozok nagyon sokat, nem akkor imádkozom, hogyha valamit kérni szeretnék, hanem inkább hálát adok. Az ige úgy élő az ember életében, azt gondolom, hogyha meg tudja élni minden napjaiban azt, amit a Szentírásból olvas, vagy amit a nevetetése során, vagy igehirdetés során hall, és a mindennapjaiban azt érzi, hogy a helyén van. Mind a lelke, mind az, amit cselekszik, meglátszik rajta az, hogy nem olyan, mint a világ. Szeretjük szolgálni az Urat, szeretjük az oltárokat énekelni. Megkeresést kaptunk az egyház kerület felől, hogy énekeljünk mi is, és szolgáljunk közösen, és örömmel vállaltuk, és mi szolgáljuk együtt az egyház Urát, és hiszük, hogy ezzel is bizonyságot tehetünk, hogy ki az életünknek az Ura, hogy mi is lámpásként világíthassunk majd. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk megismerésében. Ámen.